Sziasztok! Úgy gondoltam, hogy a méregtenyítős béltisztító kóránkról csinálok egy rövid videót, mert olyan sokan érdeklődtetek iránta, hogy azt gondolom, hogy itt sokkal érthetőbb, hogyha látjátok is, hogy miről is van szó. Ennek az egésznek a lényege, ez az Intestinal Cleansing nevű doboz, amiben 10 napos adag van. Van egy reggeli adag, amiben 5 kapszula van, és van egy esti adag, amiben pedig 4 kapszula van. Ez azért ilyen üres, mert én már most már a 10. napomat fogom elkezdeni, és azért kezdtem bele ebbe az egész kúrába, mert nekem rengeteg gondom van a gyomrommal, és ugye ezáltal a bélrendszerem sem működik ugyanúgy, mint egy egészséges embernek, és úgy gondoltam, hogy valamivel meg kell támogatnom a szervezetemet, illetve én már nagyon régóta szemezgettem ilyen méregtelenítő kúrákkal, csak nem mertem belevágni, mert riogattak avval, hogy hát napokig nem tudsz kimenni majd a lakásból, meg állandóan a mosdóba kell járni, és én ezt nem mertem bevállalni. Az a tapasztalatom, hogy miután bevettem az első adagot, egy szombati nap kezdtem el, mert hát biztos, ami biztos, és aznap nem is történt semmi, hanem másnap hajnalban kezdett hatni a maga két csomag, ugye az előző napi nappali csomag, meg az esti csomag, és ez így is maradt egész végig, tehát gyakorlatilag, mikor beveszem a reggeli adagot, akkor egy ilyen nagyon érdekes, de nagyon komfortos érzés van a magában a hasamban. Viszont az esti adag az, ami általában hajnalban kipucol. Tehát mire én mentem dolgozni, gyakorlatilag én már túl voltam ezen. És utána egész nap gyakorlatilag semmi más problémám nem volt. Nagyon fontos, hogy a kapszulákat bőfolyadékkal kell bevenni, és az egész kúra folyamán nagyon sok folyadékot kell inni. Gondolok ilyen 2,5-3 literre. Tudom, hogy ez nem olyan egyszerű, nekem se volt ez ilyen nagyon egyszerű, hogy rákényszerítsem magam, de elkezdett fájni a fejem az első pár nap után, és én akkor már tudtam, hogy jelez a szervezetem, mert nekem nem szokott fájni a fejem, és úgy gondoltam, hogy ez a folyadék hiány miatt van, és ez be is bizonyosodott, hogy tényleg nagyon keveset ittam. Én azt gondoltam, hogy megisztom azt az elegendő folyadékot, de nem. És onnantól kezdve én kiméregettem magamnak, hogy bizony a 3 litert meg kell inni. A kúrának még része a máj méregtelenítésére szolgáló detox formula. Ezt a kettőt együtt kell szedni, a detox formulából 3x1-et kell bevenni a kúra folyamán. Mint már említettem, én most már a kúra végén vagyok, és mondanék pár szót nektek a tapasztalataimról. Az első két napban már tapasztaltam azt, hogy eléggé megnőtt az energiaszintem, értem ezt, hogy nem voltam olyan fáradékony, sokkal nagyobb intenzitással tudtam nekiállni a napi feladataimnak. Aztán a 7. nap kíváncsiságban megmértem magam, nem feltétlenül a súlyvesztés vagy a fogyás volt a célom, de hallottam, hogy lehet vele fogyni, és mivel egy ember szervezetében körülbelül ilyen 1,5 kg bélsárpang, ezért természetes is, hogy valamilyen szinten mindenki fog fogyni maga a kúra alatt, ahogy ez pucolódik le a bélfalról, ez a bélsár. És nagy örömre ilyen 1,6 kilót mutatott a mérleg, annyival kevesebb volt a súlyom. Hát majd a 10. napon újra meg fogom mérni magam, mert kíváncsi leszek, hogy a kúra végére mennyinél fogok majd megállni. Az étkezésemben nem volt változás, ugyanazt ettem, amit eddig. Nem is gondolnám, hogy egy béltisztító kúra mellett nagyon kellene diétázni, ugye itt nem az a cél, hanem az, hogy maga ott a pangó bélsár kipucolódjon a bélrendszerből. Nagyon örültem neki, hogy a derék tájon, ezek a kis hurkácskák, ezek szépen így eltűntek, illetve azt vettem észre, hogy a nadrágomnak a deréktájon is egy kicsit most már úgy bővebb lett,
Illetve még egy nagyon pozitívumot észrevettem, nekem nagyon cellulitises a combom hátsó fele, nagyon fiatal korom óta, és ez bizony a méreganyagok felhalmozódásából adódik. És azt vettem észre, így a kúra után, hogy sokkal simább a bőröm, ami így azért nyár előtt, mikor már az ember fölvenne egy szoknyát, vagy egy rövid nadrágot, ez azért nem mindegy. A kúra befejeztével ajánljuk a Flora Plusnak a szedését, ami azt jelenti, hogy a 10 napos kúra után el kell kezdeni ezt szedni, be kell szedni egy dobozzal, ez egy probiotikum, mivel a bélflórát vissza kell építeni, ezért nagyon ajánlott ennek a szedése. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, arra nagyon szívesen válaszolok. Tegyétek föl akár üzenetben, akár itt a videó alatt. Azt hiszem, még nagyon sok mindent el lehetne erről mondani, és szívesen állok a rendelkezésetekre. Sziasztok!